mert tudjuk, mennyire nem természetes az, hogy megszólíthatunk, és nem a te igazságos ítéletettől kell rettegnünk, hanem kegyelmedben reménykedhetünk. Téged áldunk és magasztalunk mindazért, amivel az elmúló esztendőben megajándékoztál minket. El sem tudnánk sorolni előtted. Főleg azért nem, mert nem szoktuk elsorolni. Nem szoktuk észrevenni a te ajándékaidat. Elfogadjuk, és megyünk tovább. Sokszor elfogadjuk, és elherdáljuk, és úgy megyünk tovább. Bocsáss meg, hogy olyan keveset magasztaltunk és dicsőítettünk téged, akit egyedül illet minden dicsőség és magasztalás. Bocsáss meg, hogy sokszor észre sem vettük, hogy ott is védtél, ahol nem kértük, sok olyan kincsel is megajándékoztál, amit nem kértünk és nem érdemeltünk. Légy áldott azért, hogy nem bűneink szerint cselekedtél velünk, és nem fizettél nekünk a mi álnokságaink szerint. Magasztalunk azért, hogy irántunk való szereteted nem függött a mi viszont szeretetünktől. Gondoskodásodat nem hálánktól tetted függővé. Köszönjük neked a próbákat is. Áldunk azért, ha elsegítettél már oda minket, hogy azokat is atyai kezedből fogadtuk. Magasztalunk azért, hogy így még a próbák is javunkra voltak. Köszönjük, ha tapasztalhattuk, és tovább is hihetjük, hogy azoknak, akik téged szeretnek, minden a javukat munkálja. Alázatosan kérünk, hadd munkálja a javunkat most ez a csendes óra is. Kérünk, segíts minket most igazán elcsöndesedni előtted. Add, hogy semmi más ne várjunk, csak a te áldó szavadat. De azt hadd tudjuk hittel, esedezve, könyörögve válni. Olyan igét kérünk tőled, amely a te szádból származik, és amely által megcselekszed, amit akarsz. Szeretnénk most a te műhelyedbe lépni. Tégy velünk azt, amit szükségesnek látsz. Töld össze keménységünket, emelj föl elesettségünkből, legyen a te szabad vígasztalás, vagy pirongatás a számunkra, ami szerinted szükséges most, azzal ajándékozz meg. Önmagaddal ajándékozz meg. Szent lelkedért és igédért könyörgünk. Hallgass meg minket. Amen. Isten igéje, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, írva található a Zsoltárok könyve 127. részének első és második versében, valamint Pál apostol korintusiakhoz írt első levele 15. része 58. versében. A 127. Zsoltár első két verse így hangzik: ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző. Hiába néktek korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek. Szerelmesének álmában ad eleget. És a korintusiakhoz írott első levél 15. részének 58. verse így hangzik: azért szeretett atyám fiai, erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgolkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. Kedves testvérek, az esztendő utolsó napjaiban minden intézménynél lázasan folyik a mérlegkészítés. Tudni kell, hányadán állunk, és mire kell ügyelni jövőre. Tudni kell, hogy nyereséges vagy veszteséges volt-e az év, és miért. Érdemes volt-e valamit elvégezni, vagy nem. Hiába való volt, vagy nem volt hiába való. Isten igéje is biztat minket a mérlegkészítésre, sőt, segítséget ad hozzá. Olyan szempontra hívja fel a figyelmünket,
ami nem csak rövid távon, ahogy mi szoktuk, hanem hosszú távon, az örökké valóság élvényével állapítja meg az események értékét. A két igében hallottuk ezt a kifejezést párt, hogy hiába és nem hiába. És egész pontosan megmondja ez az ige, hogy mi az, ami hiába való, és mi az, amiről egészen bizonyosan tudhatjuk, hogy nem hiába való. Mi az, ami ebben az elmúló esztendőben, a mi életünkben hiába való volt, és mi az, amiről minden esetleg ellenkező látszat ellenére is bizonyosan tudhatjuk, hogy nem volt hiába való. Ehhez a két kifejezéshez ezt a két magyarázatot fűzi az ige. Minden emberi erőfeszítés, ami Isten nélkül történik, hiába való. És minden, ami az Úrban történik, így mondja ezt Pál, nem hiába való. Értsük meg ma este ennek a két állításnak a jelentését, és azután így tegyük Isten igéjének a mérlegére az elmúlt esztendőnket, mi volt abban hiába való, és mi az, ami nem hiába való. És így tekintsünk előre is, hogyan élhetnénk úgy, hogy semmi ne legyen, ami hiába való, és lehetőleg minden olyan legyen, amiről tudhatjuk, hogy nem hiába való. A 127. Zsoltárban ezt olvastuk. Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző. Vagyis miről van itt szó? Isten nem építi a házat, de az emberek építik azt. Tehát az emberek Isten nélkül építik a házat. Nincsen szó arról, hogy ezek az emberek tagadnák vagy megtagadták volna az Istent. Egyszerűen csak nélküle csinálnak valamit. Nem akarnak ők Isten ellenére létrehozni valamit, csak éppen Isten nélkül történik az, amiben fáradoznak. Nem az ő parancsára, nem az ő indítására, nem az ő vezetésével, nem az ő céljaira, nem az ő dicsőségére, nem az ő eszközeivel és módszereivel fáradoznak, hanem nélküle fáradoznak. És az ige azt mondja, hogy minden olyan emberi erőfeszítés, ami Isten nélkül történik, hiába való. Épül ez a ház is, sőt, felépül. De hiába. Ez a szó, ennek a szónak az eredeti ős jelentése az, hogy üres. És valami ilyet jelent, amikor feltörök ügyeskedve egy diót, és kiderül, hogy üres. Hiába töltem föl. Fáradoztam én, de minek? Elfáradtunk sok mindenben az idén is, de semmi eredménye. Elmentünk mi sok helyre, és mégsem tudtuk elintézni az ügyünket. Megtettük az utat oda-vissza, hiába. Üres járat volt. És erre mondjuk azt népiesen, hogy kár a benzinért, különösen ha az ilyen drága, mint most. Minek? És ó, de sok vállalkozásba elfáradtunk, aminek semmi eredménye nincs. Úgy tűnt, hogy mondtunk valamit, de csak üresen fecsegtünk. Létrehoztunk valamit, de senkinek nincs benne örme, és nem lett gazdagabb a világ. Elfáradtunk, de eredmény nélkül. Hiába. Minden emberi erőfeszítés, ami Isten nélkül történik, hiába való. Ez a Biblia radikális minősítése. Majd értsük meg azért ezt jobban, mert ez könnyen félre lehet magyarázni. És ennek a hiába valóságnak a jeleit már itt érzékelhetjük, Jézus Krisztus visszajövetelekor pedig egészen nyilvánvaló lesz ez. És ha van bátorságunk szembenézni magunkkal, akkor ennek az évnek utolsó estéjén attól tartok, igen sok mindenről meg kell állapítanunk, hogy ilyen volt az életünkben. Nagyon sok mindent elkezdtünk Isten megkérdezése nélkül, nagyon sok minden történt, vagy folyik most is az életünkben Isten kontrollja nélkül. Nagyon sok mindent tettünk, teszünk,
amit nem neki, nem vele, nem ő élte, hanem magunknak, magunkban és önmagunkért teszünk. És erre Isten igéje azt mondja, hogy ez mind hiába való. Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Ismerek valakit, aki az év elején elhatározta, hogy ráhajt, mert kellene egy kis mellékes pénz. A szándék tiszta volt, a cél jó volt. Csak olyan sok lehetősége nyílt meg, hogy felgyorsult az élete hihetetlenül, és ebben a tempóban, ennek az évnek a folyamán elveszítette a gyerekeit, az egészségét, a barátait, kis híján a párját és a hitét is. Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Ismerek valakit, akinek sikerült megszereznie házastársul azt a férfit, akit kinézett magának. Még a feleségétől is sikerült elválasztania. Bedobta magát, ahogy mondani szokták. A fortéjait, a testét, minden eszközt, ami a saját céljához segítette őt. És most boldogtalan és panaszkodik, hogy nem szereti a férje. És meglepődött, mikor mondtam neki, hogy soha nem is szerette. Miért csodálkozik most ezen? Ennek az akciónak csak boldogtalanság lehetett a vége. Mások boldogságának a romjain nem épül föl Istentől megáltott boldogság, ezt biztosra vehetjük. Amilyen vas törvények uralkodnak a fizikában, a természetben, olyan törvények uralkodnak a lélek, a szellem világában is. Sikerült megszereznie, de minek? Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. És ó, de sok üres járat, hiába valóság volt ebben az évben a mi beszédünkben is. Csak ami hasznos a szükséges építésre. Ez a bibliai mérték, Efézus 4.29. Csak azt mondtuk, ami hasznos a szükséges építésre. Vagy pedig fecsegtünk össze-vissza, közben ártva, akarva és akaratlanul másoknak. Hiába. Ha az Úr nem vezéli a nyelvünket, hiába mozog. Valamit sikerült megszereznie egy ismerősnek. Kitűzte célul, s boldog volt. Igaz, egy kis hamissággal, meg sok fáradtsággal, megvan. És nem telik benne senkinek örme. Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Sikerült visszaütnöd. Megtorolni azt a sok sértést, amit le kellett nyelni. A visszaütésben már eleve nincs benne Isten. Visszaütni csak Isten nélkül lehet. És most a visszaütés újabb nehézségeket támasztott. És ott állsz tehetetlenül, nem tudod megoldani őket. Ami Isten nélkül történik, az mind hiába való a mi életünkben. Lehet így Isten nélkül imádkozni is. Mert amikor valaki a maga elgondolásaihoz akarja megnyerni Isten segítségét, akkor hiába imádkozik. Hogy kérdezhetnék, ha nem erre való az imádság? Nem bizony. Hanem arra, hogy én imádság közben megtudjam az Isten szándékát, és fölajánljam a magam engedelmességét. Erre való az imádság. Ezen lesz áldás. Ezt követik csodák. De ha én Istent akarom megnyelni a magam akaratának, hiába imádkozom. Ezek a meg nem hallgatott imádságok. És lehet hiába bizonyságot tenni is. Amikor a magam türelmetlensége, erőszakossága, hívő fölénye van a bizonyságtétel mögött, amikor én vagyok a bizonyságtétel mögött, és nem az Úr. Amikor a magamét mondom, vagy mondom meg valakinek, és nem az elkért igét adom tovább, vagy a rám bízott üzenetet közvetítem. Isten nélkül bizonyságot tenni, lehet bizony, többet árt, mint használ. Minden következő bizonyságtétel hitelét rontottuk meg vele. Egyáltalán az élő hit, és az Istennek való feltétlen engedelmesség nélküli vallásosság fölött is. Ez a minősítés áll, hogy hiába. Hiába való.
amikor én akarok bármit Isten nélkül. Erről mondja Pál a 2 Timóteus 3.5-ben, hogy akiknél megvan a kegyesség látszata, de annak elejét megtagadták. Megtagadták. Tehát Isten nélkül akarnak kegyesek, vallásosak lenni. Hiába. Két igét, hadd emlékeztessem a testvéreket, amik jól szemléltetik ezt. A János evangélium a végén olvassuk azt, amikor Jézus feltámadása után találkozik tanítványaival, ezek a tanítványok éppen egy nagy kudarc után vannak. Azt mondja Péter a többieknek, elmegyek halászni. Mondják a többiek, elmegyünk mi is veled. Elmentek azért, azonnal hajóba szálltak, és azon az éjszakán nem fogtak semmit. Amikor már reggeledett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem ismerték meg, és ezt kérdezte, van-e valami ennivalótok? Azok feleltek, nincs. Ő akkor így szólt nekik, vessétek a hálót a hajó jobb oldala felől, és találtok. Oda vetették azért, és kivonni már nem bírták azt a halak sokasága miatt. Hogy lehet ez? Ugyanabból a tóból, ugyanabban az időben, ugyanazok az emberek előbb nem fognak semmit, aztán meg nem tudják kivonni a halak sokasága miatt. Mert az első akció magánakció volt. Azt mondja Péter, elmegyek halászni. Mi rossz van abban? Semmi. Azt mondják a többiek, elmegyünk mi is. Jézus nélkül indulnak halászni. Egész éjjel nem fognak semmit. Jézus parancsára indulnak halászni, szakadozik a háló a halak sokasága miatt. A másik ige, ami ezt szemlélteti, a 127. Zsoltár folytatása, ahol látszólag máshol van szó, pedig ugyanez a gondolat, a házépítésben lévő gondolat folytatódik. Mint a nyilak a hősnek kezében, olyanok a serdülő fiak. Boldog ember, aki ilyenekkel tölti meg tegzét, nem szégyenülnek meg, ha ellenséggel szólnak a kapuban. Az, hogy hiába való-e valami vagy nem, azon múlik, hogy ki a nyil és ki a hős. Hogy kitartja kezében az eszközt. Isten akarata az, hogy én az ember legyek a nyil, és ő a hős. Az Isten nélkül élő ember gondolata az, hogy én vagyok a hős, és Isten a nyil. Én irányítom az Isten erejét. Én akarom befogni, használni őt eszközként. Az isteni gondolat az, hogy én vagyok a nyil, de az íjat ő feszíti meg. A célt ő tűzi ki, és ő lesz a hős ebben a harcban. Ő építi a házat, általam, és használ engem eszközként. Ez az ige azt kérdezi most tőlünk, hogyan telt el ez az év? Kinek a harcait harcoltad? Valóban az Úrnak harcait? Van nekünk fogalmunk egyáltalán arról, hogy mi az Úrnak a harca? Vagy a magunk kicsinyes harcait? Ebbe fáradtunk el, talán itt véreztünk el, talán ezért olyan sebesült és halálosan kimerült most a lelkünk. Kinek a harcait? Eszközként ajánlottuk-e föl magunkat Isten kezébe, hogy ő legyen a hős, és tegyen velünk, amit akar, és akkor az nem lesz hiába való? Vagy mi akartunk hősök lenni, és még őt is eszközként használni? És minden, amit itt csináltunk, biztos, hogy hiába való. Kinek a harcait harcoltuk? Kinek a céljait követtük? Az ő céljaihoz akartunk közelebb jutni? Vagy a magunkéit mindenáron elérni? Az ő erejével küzdöttük végig ezt az évet? Vagy a magunk erejével? Benne bíztunk, vagy a magunk értelmére támaszkodtunk? Az ő dicsőségét akartuk, vagy a magunk dicsőségét? Testvérek, gondoljuk csak meg, hogy hány útra indultunk mi el ebben az évben, amelyikre Isten nélkül indultunk.
ahol sem az indulás előtt, sem az induláskor nem kérdeztük, hogy menjek én ide, Uram? Ez az én utam? Te küldesz ide? Eljössz oda velem? Isten nélkül zajlik praktikusan igen sok ember élete. Na de hát miért kellene ezt kérdezni? Mondta a múltkor valaki. Hát tudom én azt magamtól is. Hát nem ez Isten szerepe az életemben, hanem micsoda? Mi az Isten szerepe az életünkben? Az, hogy kiszolgáljon minket? Az, hogy teljesítse a kívánságainkat? Nem az Isten szerepe, hogy uralkodjék mindenen? Őt kérdezted, hogy mire költsd a pénzedet? Vagy Isten nélkül költöttük el? Őt kérdezzük, hogy hogyan osszuk be az időnket? Hogy hogyan neveljük a gyerekeinket? Hogy kivel barátkozzunk, és kivel ne? Hogy hogyan oldjuk meg az életünkben támadt személyes feszültségeket? És ha minden nap nem, vasárnap legalább, az Istennel töltöttük az időnket? Ó, a vasárnap is ugyanúgy Isten nélkül telik el a legtöbb ember életében, mint minden másnap. Az építők dolgoznak, de ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Jaj, ha bármit ebben az évben Isten nélkül kezdtünk el, hiába való volt. És mi az, amiről bizonyosan tudhatjuk, hogy nem hiába való? Azt mondja itt az apostol, ami munkánk, a ti munkátok nem hiába való az Úrban. Mit jelent ez, hogy az Úrban? Ez egész egyszerűen azt jelenti, hogy az élő Jézus Krisztussal való közösségben, vele megbeszélve, őre jár figyelve, az ő vezetését követve. De azt is jelenti ez a sajátos páli kifejezés, ami gyakran ismétlődik az ő leveleiben, hogy Krisztus erőterében. Tehát úgy, hogy én tudatosan Krisztus közelbe megyek, bekerülve egy nálamnál lényegesen nagyobb erőnek a rendező terébe, hogy ott minden úgy történjék bennem, velem, általam, ahogyan azt ő akarja. Őre jár hallgatva, neki engedelmeskedve, vele nem ellenkezve, nem nélküle, magamat neki teljesen kiszolgáltatva. Ezt jelenti az, hogy az Úrban. Vagyis hitben. A Biblia nyelvén ezt jelenti hitben járni. És ennek az ellenpólusát fogalmazza meg a Biblia így, hogy ami nem hitből van, bűn az. Tehát ami nem így történt ebben az évben a mi életünkben, az mind bűn. Akkor is, ha nem ütközik a polgári törvénykönyv, vagy a büntető törvénykönyv valamely paragrafusába. Az isteni minősítés szerint, ami nem hitből van, bűn az. Ha jót akartunk, ha a legnemesebb szándék vezetett, akkor is. Mit jelent ez? Nem egyfajta tétlenséghez, tehetetlenséghez, passzivitáshoz vezet ez? Semmiképpen nem. Csak aki nem gyakorolja, azt gondolja, hogy ezt jelenti. Ez a fajta magatartás, a hitben járás semmiképpen nem azt jelenti, amit Petúr így mond a bánkbánban, csak összvetett kezekkel várakoztok, míg majd helyettünk fog dolgozni a sors. Nem a sors fog dolgozni, és nem helyettünk. A hitben járás teljes aktivitást jelent. Mégpedig azt, hogy én hűségesen és odaadóan végzem az Istentől kapott feladataimat, és közben hittel várom, hogy ő meg teljesíti ígéreteit. Végzem a magam dolgát, de az irányítást és az áldást tőle várom. A Biblia nem kultúra ellenes, és nem semmit temésre biztat. Csak az ember helyes pozícióját mutatja meg a mindenségben. És aki ezzel a hittel nézi önmagát, az bizonyos lesz arról, hogy nem szélfúta levél az ember, aki ide-oda sodoródhat, de nem is képzeli Istennek magát, mintha a maga ura lenne,
hanem tudja, hogy az Isten Isten, és én az ő eszköze lehetek. Ő a hős, és én nyíl vagyok. És fontos, hogy a nyíl használható legyen, és kéznél legyen, de ő lövi ki. Megalázó ez? Aki érti, hogy miről van szó, azelőtt világos, hogy ez megtisztelő. Az, hogy a mindenható Isten eszköze, vagy ennél még többről is beszél a Biblia, munkatársa lehet valaki, a legmagasabb pozíció a mindenségben. Mindaz, ami így történik, hitből, a neki való feltétel nélküli engedelmességből, az nem hiába való. Mindaz, ami nem hitből van, bűn az, és az Isten ítélete alatt áll. És amikor eljön majd nem egy esztendőnek, hanem ennek a világnak az utolsó estéje, akkor mindez menthetetlenül elmúlik, és csak az marad meg, ami hitből való volt, ami a Krisztusban, az Úrban valósult meg. Arról viszont egészen bizonyosan tudhatjuk, hogy megmarad. Mindaz, ami az Úrban történik, ha akármilyen csekélység is, annak értéke, értelme, jelentése és jelentősége van. A legkisebb mozdulatnak, egyetlen mosolynak, ami hitből és szeretetből fakad, egyetlen bátortalan jószónak, ami hitből és szeretetből fakadt, értéke mégpedig örökkévaló és múlhatatlan értéke és jelentősége van. Ebben egészen bizonyosak lehetünk. Nem volt hiába való semmi áldozat, amit hitből és engedelmességből hoztál ebben az évben. Akkor sem, ha nem vették észre, ha nem dicsértek meg érte. Nem volt hiába való. Nem volt hiába való egyetlen elhangzott imádság sem, ami hitből és engedelmességből fakadt. Akkor sem, ha még mindig nem látjuk, hogy meghallgattatott volna. Nem látásban járunk, hanem hitben. És a hitben való életet nem a látható siker minősíti, hanem az a bizonyosság, hogy ez az Úrban történt. És akkor nem hiába való. Ha úgy halok meg, hogy nem láttam a következményét, akkor is tudhatom, hogy nem hiába való. Ha az Úrban történt. Lehet, hogy nem értettek meg, félremagyarázták, visszaéltek a jóságoddal, baleknek tekintettek, kinevettek, kigúnyoltak, nem vették észre, nem dicsértek meg, nem honorálták. Ha az Úrban történt, megvan, megmarad, túléli ezt a világot, akár milyen kicsiség volt. A ti munkátok nem hiába való az Úrban. De ami Isten nélkül történt, menthetetlenül elmúlik és elpusztul. Hisszük-e ezt? Isten igéje ezeket a minősítéseket nagyon világosan hozza most elénk. És aki eljut erre a hitre, abban ez valami mérhetetlenül nagy belső szabadságot, derűt és összetörhetetlen reménységet munkál. Akkor tisztában lesz az ember azzal, hogy az erőfeszítései, ha az Úrban történnek, nem az övéi már. Itt Isten dolgozik. Isten munkájáról van szó. És az nem múlik el. Mivel, hogy ő nem múlik el. És Pál itt nem véletlenül mondja azt, hogy tudom, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. Mi ezt egészen bizonyosan tudhatjuk. Ezért nem fél az ilyen ember, nem aggódik, nem töri, hajszolja és nem emészti magát. Megszabadult attól a világtól, amelyik megkötözhetné, és felszabadult ennek a világnak a szolgálatára. Nem önmaga a fontos már magának, magasabb rendű rendbe tagolódott be, és így lesz igazán használható Isten számára. Ó, micsoda kicsinyes, szegényes, szánalmas ehhez képest. A maga dicsőségét kereső, a mindig maga körülforgó, a magát sajnáló, a magát ajánló, az önmagával megterhelt ember.
szerelmesének álmában áld eleget. Aki hitben jár, az megtanul kegyelemből élni. Ó, de sok mindent kaptunk ebben az évben kegyelemből. Akár észrevettük, akár nem. Vegyük észre, vegyük számba ezeket, és adjunk hálát értük a mindenható Istennek. Ezt mondja tehát mai igénk, ha hajlandóak vagyunk Isten igéjének mérlegére tenni ezt az esztendőt, az Úr nélkül hiába való. Az Úrban nem hiába való. Erre a kérdésre felelünk ma este minnyájan, hogyan telt el ez az év. Jézus nélkül, vagy Jézussal? És hogyan akarjuk, hogy elteljék még az, ami hátra van? Jézus nélkül, vagy Jézussal? Mi mindannyian úgy kezdünk el mindent, hogy Jézus nélkül így születünk. Ahhoz a mi döntésünk, hitünk is kell, hogy vele folytatódjék valami. És ez az ige azt is kérdezi most, hogy hogy fogod eltölteni ennek az évnek utolsó éjszakáját? Jézus nélkül, vagy Jézussal? És hogy talál majd életed utolsó estéje? Ő nélküle, vagy vele? Ahogyan az az este talál, úgy fogjuk eltölteni az örökkévalóságot. Jézus nélkül a kárhozatban, vagy vele az ő dicsőségében. Ő azért jött, hogy életünk legyen és bővölködjünk. Hogy ne legyen hiába való már itt se, egyetlen percünk, mozdulatunk, mondatunk, áldozatunk se, és ne legyen hiába való üres, nélküle való az örökké valóságunk se. Jézus nélkül, testvérek, ami egész életünk fölött, ez a minősítés áll, hogy hiába. Ezt olvassuk Péter első levelében. Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok ki a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén. Ami atyáinktól mi hiába való életet örököltünk. De ebből az alapvető hiába valóságból váltott ki minket Jézus Krisztus az ő drága vérén. Amikor Jézus meghalt a Golgotán, úgy tűnt, hogy minden hiába való volt. Elhagyták, nem értették meg, igazságtalanul megölték. Mindaz, amit tett és mondott, hiába való volt. Pedig éppen ott végeztetett el mindannyiunk igazi és teljes kiszabadítása minden hiába valóságból. Az igazi, az értelmes, az isteni életre. Ezen a mai estén még leteheted egész hiába való életedet a bárány Krisztus elé. És elfogadhatod az ő életét, az ő áldozatát, amelyik nem volt hiába való. Annyira nem, hogy ezred évek óta élnek ebből mindazok, akik benne hisznek. És ő azt akarja, hogy mi is mindannyian éljünk és bővölködjünk. Mielőtt közös imádsággal befejezzük ezt az istentiszteletet, éppen ezért hajtsuk meg a fejünket még, és csöndesedjünk el most néhány percre Isten színe előtt. És itt ő előtte állva magunkban, szavak nélkül gondolkozzunk el néhány dolgon, s feleljünk az igének néhány kérdésére. Adjunk hálát mindenek előtt azért magunkban, hogy Isten ennyire szeret minket, hogy idejében figyelmeztet, mi az, ami hiába való, és mi az, ami nem hiába való.
hogy pontosan tudhatjuk ezt. Adjunk hálát azért, hogy Jézus kiváltott minket, atyáinktól örökölt hiába való életünkből, és kínálja nekünk ma este is az ő életét. Valljuk meg bűnbánattal, hogy sok üres járat volt ebben az évben is a mi életünkben. Sok mindent gondoltunk, mondtunk és tettünk Isten nélkül. Sokszor úgy tűnt, hogy mondtunk valamit, pedig csak üres beszéd hangzott. Elfáradtunk, de hiába. Korán keltünk, de Isten nélkül. Valljuk meg bűnbánattal, Isten igéjét elfogadva, hogy a mi egész életünk hiába való nélküle, és hogy minden bűn ő előtte, ami nem hitből van. Könyörögjünk olyan életért, ami nem hiába való. Olyan fáradozásért, ami az Úrban történik. És könyörögjünk azért, hogy hadd legyünk mi az Úrban, akkor is majd, ha végóránk elközelít. Kérünk, Urunk, hozd elénk mindazt, ami nélküled történik a mi életünkben. Tudjuk, hogy csak az marad meg, ami belőled való. Tedd világossá számunkra, hogy ha most kellene megállnunk előtted, mi maradna meg belőlünk. Köszönjük, hogy elrejtőzhetünk benned. Köszönjük, hogy mi magunk is az Úrban lehetünk. A veled való hívő közösségben. Védve és elrejtve. Köszönjük, hogy a magad életét kínálod nekünk. Áldunk azért az árért, amit fizettél értünk, amivel kiváltottál minket atyáinktól örökölt hiába való életünkből. Köszönjük ezt a reménységet, hogy ami benned van, az nem hiába való. Könyörülj rajtunk, hogy ne csak újra kezdjük, hanem újat tudjunk kezdeni veled. Mind örökké veled. Amen. Ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert a tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.